Se. Na jó van. Kezdjünk egy új sztorit. Megmondom őszintén, magam ma basztam ki a módba, hogy állandóan végül is több játékot pörgettem egyszer, és már én is elveszítettem a fonalat. Mi újság van, Desert? Wolverine, szia, üdvözöllek! Intenzív az élmény, igen. Én is teljesen, hát úgymond idézőjelesen arculatot váltok, ugye, ahogy igazából a menetrendbe írtam, ennyi lesz a változás. Direkt azért, hogy ne legyen a jövőben ilyen, úgyhogy most megint belehúzok, aztán kicsit erőteljesebb lesz a csatorna haladás szempontjából. Fogjuk rá, hogy minden oké. Streamelek töretlenül. Este meg megint lesz... megint lesz Warzone majd 8-tól elvileg. Ja, igazából én úgy vagyok vele, tudod, mivel van kontrollerem, és így ez így nagyon, nagyon jó kis kontrolleres játék. Az olyanokat azzal játszom. Valamiért ez nekem kontrollerrel jobban kézre áll. Ami baromi szép az a játék. Captain Allen, my name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. It's firing at everything that moves. It already shot down two of my men. We could easily get it, but they're on the edge of the balcony. If it falls, she falls. Megpróbálok olyan döntéseket hozni, hogy jó legyen. Do you know its name? I haven't got a clue. Does it matter? I need information to determine the best approach. Has it experienced an emotional shock recently? Listen. Saving that kid is all that matters. So either you deal with this fucking android now, or I'll take care of it. Összegyűjt gyorsan összes ilyen felelhető bizonyítékot, meg ilyesmit szokásomhoz híven. Részletesebb infóért. Egyébként arra rájöttem ebbe a játékba, hogy minden zegzugot nagyon pontosan át kell nézni. Mert rengeteg ilyen dolog van. De jó is egyébként, nagyon tetszik a játék. Daniel. Itt ugye semmi nincs. Megvizsgáljuk a fegyvert. Látszik az a rész, amikor rekonstruálni kell a történteket.
Itt a lőszer. Minden véget elérni? Hát igen, az jó melós lesz. Elhunyt személyünk. A légmál. Balvese perforálódott, végzetes hasi sérülése. Kapta. Azt mondja, hogy vérzésre alsó tüdőlebeimben belső vérzés. Hát igen, ez a fickó az így. Ja. Csicsat, pif-puf. Volt a kezében ugye egy ilyen eszköz. Hoppá, megtörtént a lövés. Ott az eszköz oldalt, kirepült a kezéből. Nagyszerű. Először nem tudtam, mit jelent a deviáns, aztán ugye közben jöttem rá legutóbb, hogy azok a deviánsok, akik lényegében olyan, mint egy szakadár végül is. Hoppá. De még a hangok is jók a játékba. Elvileg. Vacsorázik, készült a család. A legelső lövés az halálos volt, igen. A többi az meg olyan, hogyha nem látják el sürgősen, akkor végül is az. Emléletileg srácok kell, hogy legyen. A robotnak is szobája valahol. Na ez itt ugye a lelőtt rendőr, aki idejött. Elhunyt Deckard Anthony rendőrtiszt, igen. Hova kapta ő a lövést? Jobb szívkamra, perforáció, belső vérzés. Hát ugye ez azonnal szinte halálos lövés, az fix. Volt a kezében egy stuki. Puskapornyomokból kiderül, hogy lövöldözött a fickó. Igen. És akkor tekerjük át. Bum. Ő volt az első, aki lőtt. Megy mellé. Következő szív. Közben ott van a túsz is. A pisztoly kiesik. Be az asztal alá. Jó napot kívánok. Jó, megvan a pisztoly. A pisztolyt visszük magunkkal. És a pisztolynál ugye azt fogom választani, hogy eldobom, amikor majd mondja. Mert azzal is bizalmat tudok generálni végülis. Ez az egész itt arra való.
Úgy van. Itt a kislánynak a cipője. Oké. Meg kellene találnunk a... Hoppá, ott a vér. Azt eddig meg sem vizsgáltam. Megnyalintjuk egy kicsit. Nem baj, megértettem Desert. PL600-as modell, ez is kiderült. Oké, és akkor... Kell, hogy legyen itt a srácnak szobája. Na de hol? Ez volt a kis csajnak a szobája. Az a fürdőszoba. Hol a izének a szobája? A robotnak? Ezt nem tudja valaki? Vagy nem is volt? Na mindegy, úgy látszik, hogy nem volt. Hát, ja. Kaptuk is, igen. Stay back. Don't come any closer or I'll jump. Gyerünk, nyomás. És nem kellett elküldeni a helikoptert még, észrevettétek? És a helikopter itt van, srácok. Na majd most. Jó, ez bőven 100%. Choice.
everyone to leave! And I want a car. When I'm outside the city, I'll let her go. That's impossible, Daniel. Let the girl go, and I promise you won't be hurt. I don't want to die. You're not going to die. We're just going to talk. Nothing will happen to you. You have my word. Okay. I trust you. Ezt amúgy szerintem így is úgyis mindenképp lelövik. Ja, meg a kis csajt ugye most nem lógatta ki a izére. Mondjuk egy döntést elbasztam. Vagy egy ilyen választ, amikor visszament egy kicsit minuszba, de szarj rá. Jó PS4 játékok jönnek PC-re, Wolverine, ez engem is érdekel. Túl sok idő elvesztegetése. Jó lesz. Ja, a Days Gone az mondjuk érdekel. Hol látod, de azért ez jó kérdés, nem tudom. Beszélgetés jobban alakult. Honey, it looks amazing. This is exactly what we need. How much did you say it cost? At the moment, we're doing a special promotion on this entire range at $7,999 with a 48 months interest-free credit. And it comes with a 2-year warranty for parts and labor. At night, it switches to surveillance mode. Contacts emergency services if there's break-in or if it detects smoke. How much is that one over there? The MP800 is slightly more expensive, but it has many other functions. MP800. Nyolc rongy azért, az jó pénz. It's a bit difficult getting it back in working order. It was really messed up. What'd you say happened to it again? Igen. Egy autónak a zár. See. Anyway, it's as good as new now, except that we had to reset it. Meaning we had to wipe its memory. I hope you don't mind. It'll be fine. Okay. Did you give it a name? My daughter did. AX400, register your name. Kara. My name is Kara. Az vagy bizony. Jó kis hangulatos játék, meg a zenéje is az. De ez neked a Diablo, az hogy tetszik amúgy? És most a kettőre gondolok, mert ugye majd az lesz a csatornán a Resurrected verzió.
én nem tudom. Nem vagyok benne biztos. Ez szerintem alapból halálra van ítélve azért, mert megölte a apát. Úgyhogy én szerintem ott az emberek azt már eldöntötték, hogy azt teriből elővik. Van szerintem egy olyan szabály, hogyha a android embertől, akkor alapvetően szétszerelik, úgyhogy... Azért van az roncstelep is. Én arra rá is kérdeztem, és próbálták, de nem működött. Nem tudták megoldani. Az emberek számára könnyen elfogadható androidok gyártása nagy kihívást jelentett a CyberLife számára. Jason Graff a CyberLife humanizációs osztályának igazgatója fellebbentette a fájtlat néhány termék tervezési titokról. Legutóbbi interjúnk során az első androidok tökéletesek voltak, tökéletes arccal rendelkeztek, tökéletesek voltak az arckifejezéseik, és hamar rádöbbentünk arra, hogy van ebben valami zavaró, ami kellemetlenné teszi őket az emberek számára. CyberLife megtalálta a módját annak, hogyan tegye emberibbé a gépeit, hogy azok beléphessenek otthonainkba, s új családtagokká válhassanak. Mindkét nemből és minden etnikumból készítenek androidokat. Hangok ezreit elemezték, hogy megtalálják a legkielégítőbb hangszint, tökéletesítették a valósághű pislogást, teljesen fölöslegesen a légzéssel, arcszörzette és sok más embert utánzó jelezhetőséggel együtt. Az emberiségnek ez a tökéletes utánzás olyan részletekig, amelyekre az androidoknak egyszerűen nincs szüksége a titka CyberLife tervezési sikerének. Éghajlatváltozás. Azért olvastam csak fel, mert ez még inkább az androidos részhez tartozik, meg a CyberLife-hoz, hogy tudjuk ugye, hogy ez a CyberLife, aki megalkotta a tökéletes androidot, úgymond. El is úgymond idézőesen az androidok miatt veszítette el az állását, hát igen, ilyen van. Sok a tüntető egyébként. Az igen. Ezt a legutóbb észre se vettem, hogy ugye android a takarító, azt a csaj meg odabaszta neki a poharat. De jó fej. Human music. Igen, ez is ugye kifejezi azt. Az volt a táblára írva, hogy emberi zene, és hogy egy dollár a, hát ugye igazi lélekkel rendelkező, vagy szívből jövő zene vagy ének. Ez is azt akarja kifejezni, hogy ugye az android az, annak nincs lelke. Igen.
They mind our children. They care for our old. Why do you look at me so, demon? I know who you are. I can see through you. You are the one by whom the evil will come. Lol. You are the one who will destroy Detroit. Igen, és ez az érdekesebbe. Ugye az nem világos, ugye itt se az embereknek, hogyha nem akarom, fogom és nem veszem meg termék. Az embereken múlik. Mint minden más döntés. Így általában szerintem. Ezért érdekes ez a játék is. Ugye nem ebben a dologban, de sok dologban tükrözi a társadalmi valóságot. Problémákat. Ez a sztori, ez szerintem lényegében azért is született. Részben. Identification verified. Here is your order number 847. That will be $63.99. Please confirm payment. Payment confirmed. Transaction complete. Viszont látásra. És már mehetünk is. Azokat inkább ott elkerülöm szerintem. Tüntetnek. Itt az Android váró, baszki. Android area. Azt hogy ezen a térképen, vagy ezen a pályáznak szóval lehetett volna még több dolgot felfedezni. Még egy dolgot ott kihagytam, ezt a felső szakaszt. Nem baj. Jöhet a karaszál. Egyébként az is nagyon tetszik, hogy ilyen átfedéssel van megcsinálva az egész, hogy három androidot irányítunk. És átfedéssel össze fog elvileg fűződni szerintem a sztori. Karácska. You coming? Annyira talán nem. You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of. God damn it, where the fuck's the brat gone now? Alice! Alice! Ugye
Ha megnézed... You look after her. Homework, bath, all that crap. Got it? Yes, Todd. Get started down here, then you do upstairs. Jó, ide lent kezdek, ezt fent folytatom. Na, ugye, hogyha megnézed Desert, a három karakternek a három különböző szemszögből látod a játékot. Ugye, van az első emberünk, a nyomozó, aki lényegében pont hogy a sajátja, úgymond az androidok bűncselekményei ellen lett, vagy oda lett állítva, és azokat nyomozza, deríti fel, hogy mi miért történt és hogyan, és segít megakadályozni, vagy kideríteni. Szóval sajátja ellen dolgozik idézőjelesen. Aztán van itt nekünk ez a Kara, ő pont egy olyan közegben van benne, ahol az ember gazdája buta, mint a föld, és bántalmazza, most is azért hozta vissza a szervizből, rosszul bánik vele. Van a harmadik emberünk, azt hiszem a Markusnak hívják, ő meg egy olyan közegben van benne, olyan emberi tulajdonos, a gazdája van, aki meg tök jó bánik vele, emberien áll hozzá. Ezért mondtam, hogy három különböző szemszög, és így jön össze a teljes kép. Szerintem tök jó. Na, menjünk takarítani. Depends on what you need. Most föltakarít, nem beszél. Yeah. I can get that. Végül is igen. Yeah. I'll bring it tomorrow. Na, addig, amíg beszél a fickó. De gyorsan összeszedem itt is a cuccokat, mert akkor nem tud belém állni. Jó, az kész. Kivisszük a kukáig a szemetet. Táncolj persze. Körülnél ezek hátét kívül van valami, amit korábban nem vettem észre. Jó, nincs semmi. Mehetünk is visszafele takarítani. Beverjük ezt a cuccot ide a mosogatógépbe, ami nem működik. Mosogatógép nem működik, megrendeljük a hiányzó vagy hibás alkatrészt, nagyon fasza. Jó lesz itt is. Mondjuk azért annak örülök, hogy nem egyesével kellett mindegyiket így elmosni. Na, bebaszott volna. Ja! Nyomogathatnám itt a B betűt reggelig.
Kara! Yes, Pat? Bring me a cold beer! Right away. Az egy sört a frigóból, hát meg az anyád. What are you looking at? Get the fuck out of here. Get the fuck out of here! Megálltam. Megálltam tévézni, aztán már hőzünk az öreg. Elindítom azt a jó kis porszívót. Beszedjük a ruhákat, itt mi van még? Majd nézzük a menekülési útvonalat, csókolom. Itt ha úgy van, akkor elhúzunk a vérbe. Mondjuk, amit nem értek, ugye, hogy ezek ki voltak teregetve, ezek a ruhák száradni. Ezeket most visszavisszük és berakjuk mosásba, hogy miért is. Szennyes újramosása. Ja, mert azért már dráj módon lett megcsinál. Eddig jó. Menjünk mosni. Itt a mosókonyha. Csapassuk neki. Fickó meg egy ruhát se tud kimosni rendesen. Na, itt a kristálymete. Vörös jég. Resident Evil részbe elmenne ez a faszi. Szerintem. Hogy a hegedű szóló az tökre illik ebbe a játékba. Na. Azt hiszem, itt a mosókonyhában nincs semmi. Itt lenni is csillivilli. Minden beszélni kell majd a figurával mindjárt. Ezt elmegyünk az emeletre. Itt még van egy... Subidubi kicsilány. Elmélkedik. Nézzünk sportújságot, kérem. Android fölény.
Na, ez is mivel az androidokkal kapcsolatos, én ezt felolvasom. Nem fogok mindent felolvasni, de ami ide tartozik részbe, azt igen. Azt mondja, hogy android fölény törvényen kívül kell helyezni. A szezon harmadik mérkőzésében az X67 nevű android dobó játékos egyik dobásával átlépte az óránkénti 120 mérföldes sebességet. Az emberi ütőjátékos még lendíteni sem volt képes, és a labda már is a fogójátékos kesztyében landolt. Először csapatonként csak egy android játékost vezettek be, mégis domináns szerephez jutottak csapatok stratégiájában. Minden toborzáskor azt láthatjuk, hogy a legnagyobb professzionális csapatok a saját költségrekordjaikat átlépve vásárolják meg a legújabb android modelleket, de vajon nem szenvedi ezt meg a játék? Ugye kérdés. Azt mondja, Jenny Waterfield, a Home Run magazin vezetője azt mondja, hogy a rajongók kiábrándultak lettek, a sport varázsa az, hogy látjuk az emberi teljesítő képesség határait, ezzel egyetértek. Egy gép, amely túlteljesíti ezeket a rekordokat, az nem izgalmas, még csak nem is meglepő. De ezzel nem ért mindenki egyet. Christopher Lennox, visszavonult dobójátékos és baseball szakértő úgy gondolja, hogy az androidok a mérkőzéseket izgalmasabbá teszik. Ezek a gépek fölrázzák a dolgokat, a játékosokat még jobb teljesítményre sarkalják a játék, csak akkor maradhat életben, ha fejlődik. Én ezzel nem értek egyet. Két pont közt, az egyenes fókuszban politika, ez már ilyen politikai szarság. Ezt nem olvasom fel, mert ez nem hiszem, hogy ide tartozik. Ugye az androidos rész, mivel arról szól a játék, azokat biztos, hogy fel fogom olvasni. Na, egyébként nem tudom ti, hogy lennétek ezzel, de én úgy vagyok, hogy tényleg a sport az emberről szól, pont azért, mert az ember az tud lenni esendő is, meg a teljesítő képessége fejlődhet, változhat, javulhat, romolhat. Szia Chester, szia Adams, üdvözöllek benneteket. És hát ugye egy gép, ami precíziós, ami be van állítva, ami nagyon jó, annak a teljesítménye így is úgy is tökéletes lesz. És épp ezért én például azt mondanám, hogy a sportba nem engedném. Majd, hogyha most a játékról beszélünk, ugye, az az emberekről szól. Mivel nem, mert nem gépek. Na. Fejlődhet, de az, hogy egy dobási sebességet túlszárnyal azért, mert mechanika működteti, és az ember izomzatból arra soha nem lesz képes, mivel nem mechanikus, ezért az viszont már szerintem gáz. Mert itt a teljesítő képességről van szó, ugye például, hogyha focit nézünk, sima európai futballt, amelyik egy emberi játékos, ugye mivel szerves felépítésű, elfárad. Ugye a szív, tüdő, minden elfárad. De egy android az nem fog elfáradni soha. Épp ezért nem megáll. Na, megnézzük itt a menekülési lehetőségeket. Ja nem, szellőztetünk, bocsánat. Miről beszélek? Sporthírek következnek, ez nem érdekel. Itt egy jó kis mese, vagy rajzfilm, bocsánat. Újabb készített a munkahelyet csökkent, így a munkanélküliség ráta 37%. Warren elnökasszonyon beszélt tartott. Ez megint csak az Android építésről szól, meg a Cyber Life-ról. Oké. Okay.
Azt vágom, csak tudod, egy sport az más. Nem azzal van baj, hogy létezik, hanem az alkalmazás. Nem mindegy, hogy mire alkalmazzuk ezeket a dolgokat szerintem. Meg őszintén, az ember ugye azért próbált tenni, hogy megkönnyítse a... Ja, hát itt arról volt szó, igen, a sportra. Itt, hogy amit olvastam előbb ott könyvet lent, a játékon belül, hogy az amerikai futballba, vagyis baseballba most már rendszeresítették az androidokat, és hogy olyan dobó technikával rendelkezik, hogy 120 méter per óra, vagy várjál, hát tököm tudja, milyen sebességgel dobta meg a labdát, amit nem is tud érzékelni a emberi játékos. Sportban szerintem csalás. Android irányító, ezt olvastam el lent, azt hiszem. Ja, igen, ezt olvastam el lent. Ja nem, ezt nem olvastam el, ez másik már. Az amerikai futball sokáig ellenállt az android játékosok térnyerésének, és a felsőbb osztály mérkőzésein csak ember feszülhetett embernek, azonban lehet, hogy hamarosan ebben is változással be, miután a Cyber Life-a QB1000 technikai demo keretében olyan android irányítóval rukkolt elő, amely képes átdobni a teljes pályahozt, eltalálva egy mindössze 15 cm átmérőjű célpontot. A modell programjához tartozik több mint 1500 klasszikus stratégia, mint például a bootleg vagy a handoff, illetve speciálisabb manőverek is, amelyek mindegyikét képes valós időben alkalmazni. Leleplezték a QB1000 modell Detroitban a CyberLife kiállításán, ahol a cég számos prototípust mutatott be, melyeket a csúcs technológia lehetőségeinek bemutatására terveztek. Azonban míg a legújabb innovációk sok rajongóban ébresztenek vágyakozást, Roy Kenston, az Android ellenes rajongói csoport alapítója, bajosan látja a dolgot. A CyberLife pontosan tudja, mit ér el ezzel a bemutatóval. Remélik, hogy eltorzíthatják a sportunkat, ahogy a többi sporttal is tették. A fenntartások ellenére sokan úgy gondolják, hogy ez csak idő kérdése. A kosárlabda és a baseball utána leddel ellátott hátvéd sincs már messze. Na ezt mondom, hogy látod, átdobja a teljes hozt és még célba is talál. Hát igen, fura dolgok ezek. Rakjunk itt is rendet. Na meg visszatérve arra ugye, hogy az ember azon tevékenykedik manapság is, meg azért vannak fejlesztések, hogy úgymond megkönnyítse az embernek az életét. Mire megyünk fel őszintén, megnézed a mai embereket, lusta tohonya disznó a fele. És már tényleg lassan nem képesek semmire. Mert annyira könnyítjük az életet, hogy a végén tényleg csak az lesz, hogy megszület, és akkor egy tehetetlen semmi lesz, egy burok. Oda fejlődik úgymond az emberiség. Úgyhogy én ezzel se értek egyet. Nagyon jó dolgok ezek az AI meg izé, de az lesz az eredménye, hogy az emberiség az majd egy idő után tényleg megszűnik létezni. Az ember okos, hogy ilyeneket fejleszten, de ahhoz tudatlan, hogy alkalmazkodni tudjon. Na, megvan ez is. Körülbelül igen. Meg ahogy mondod az AI, Adamski, ahogy mondod az AI fejlődik, és egyszer öntudatra ébred, és ő belélik, akkor is be van programozva az, hogy ők úgy gondolkoznak, hogy ez mi a szar? Ez a WC. Ők ugye reálisan gondolkodnak, úgymond. És könnyebben iktat ki az egyenletből, hogyha arról van szó. A
I just want to tidy up your room a little. I only... We need 2 minutes. Is that okay, Alice? Rendet rakunk a kislánynál is. Kis szellőztetés. Oké, szoba ellenőrizve plusz a menekülési útvonalunk, hogyha majd kezdődik itt a balhé. Igen, Chester jól írott, pont ez volt leírva abban a cikkben is a játékon belül, hogy aki ellenzi az androidokat itt a sportba, az pontosan ezért. Hát ez micsoda? Alice. Alice in Wonderland. Of course. A Karának neveztek el, de Alice volt az eredeti nevünk, vagy nem? Ugye a kislányt hívják Alice-nek? Én már azt se tudom. Hát főleg, hogyha mondjuk ezt a játékot veszik alapul, hogy mindent leszkennelünk, ugye? Na, beszélgessünk kicsit a lányjal. Legyünk barátságosak. Ja, a kislány az Alice, aha. Your father said you chose my name. Kara, it's nice. Na már megbízható vagyok. You should tell me about yourself. What you like to do, where you like to go, your favorite foods. Az anyjáról nem kérdezek. You're very quiet. I hope I don't scare you. Na, kaptam kulcsot. Hát egyébként figyelj, a Forma 1 hova halad, én Forma 1-et 2001 óta nem nézek, de bele-bele szoktam nézni, és amilyen változtatásokat folyamatosan behoznak. A végén tényleg eljutunk oda, hogy nem lesz pilóta. Na, nézzük. Kis dédelgetett kincsei a lányzónak. Van egy családi fotó. Négy leverű lóhere. Volt régen nekem is négy leverű lóherém kiszárítva, egyszer találtam egy mezőn. Elvileg szerintem azok vagyunk mi, nem? Azt rajzolta le a lányka, hogy apa elverte az androidot. Ja, az a kislány, és akkor ott meg a pofozza az androidot. Ja. Mert ugye elején a fickó azt hazudta, hogy autóból esetbe sérültünk meg, aztán nem. Hát, igen. Jó, ez a szoba megvan, menjünk lefele. Ja, itt még a fürdőszoba. Ezt azért rendbe vágom, ha ma. Meg mossuk fel a padlót. Ez a sebességgel meg a járólap